nagy Szulejmán, vagy törökül Szulejmanie mecsetet első Szulejmán szultán építette az isztambuli hármas dombra 1550 és 57 között. Az épületet csak úgy, mint az Hagia Szofiát is, a páratlan építészeti zsenialitással rendelkező Mimár Szinán építette. Négy egyenként 76 méter magas acélsisakkal ellátott mináret veszi körül, melyeknek a szultára tekintve jelentésük van, mint számuk, mint pedig erkélyük szempontjából. A ceruza formájú tornyok 10 erkélye jelzi, hogy Szulejmán az Oszmán Birodalom 10. darabszámuk, amely pedig a 4, azt, hogy Isztambul 4. uralkodója volt. Kertjében fellelhetők a névadó szultán és felesége, Hürrem szultán a türbéje, valamint itt leltek örök nyugalomra az épület északi falánál Szinán mester földi maradványai, illetve ugyancsak a kertjében találhatók Szalihadi Lasub és Mikrima szultána, második Ahmed, második Szulejmán szultánok, illetve második Mustafa szultán leányának Szafiének sírja is. Az épület méretei egészen elképesztőek. A komplexum egy 59x58 méter alapterületű területen fekszik, a templom kupola magassága 53 méter, átmérője pedig 27,25 méter. Az épület együttes az oszmán korra legjellemzőbb módon tartalmaz egy kórházat, iszlám iskolát, szálláshelyeket és török fürdőt is az imént említett temetkezési helyen kívül. A Szulejmanie főbejáratán belépve, csak úgy, mint a többi mecsettársánál, egy szökőkúttal díszített előkertet láthatunk. Az udvar csak nem akkora nagyságú, mint maga a mecset, és hatalmas, márvány oszlopkolonnádok szegélyezik. Az épület északnyugati homlokzatát izniki csempelunettákkal rakott ablakok díszítik, falai pedig márványból épültek. Belső tere szinte tökéletes négyzet alaprajzát mutatja, így egyetlen hatalmas térré alakítva azt. Kupoláját félkupolák szegélyezik, melyeket észak-déli irányban tümpanonos szerkezetek támasztanak alá, rajtuk pedig ablakokkal ellátott boltívek vannak elhelyezve. Szinán, hogy elfedje a támpilléreket, ezeket beépítette az épület falazatába, mégpedig úgy, hogy galériákat hozott létre megoldásával. A mecset belső díszítése visszafogott, melyet főként a mirhábok falain alkalmazott izniki csempék és hatalmas ólomüveg ablakai sugallnak. A fehér márványból gondosan megmunkált mirháb két oldalán kaligráf betűkkel faragott hatalmas táblák foglalnak helyet, rajtuk egy-egy korán idézettel. A többi téglalap alakú csempén kék, vörös és fekete színnel festett virágminták sorakoznak, zöld színt egyáltalán nem alkalmaztak megfestésükkor. Érdekesség, hogy a Szulejmanie építése magyar vonatkozást is maga mögött tudhat, ugyanis a hatalmas szultán a magyar földről az ország ellen indított hadjáratainak alkalmával zsákmányolt értékek egy részéből fedezte megépítetését. Az egész épület építési költsége mai árfolyamra átszámolva eléri a 60 millió dollárt is. A mecsetben több alkalommal is pusztított tűzvész. Első ilyen alkalomra 1660-ban került sor, melyet követően 4. Mehmed szultán újjáépítette a komplexumot. Ennek során barokk stílusjegyeket kapott. A 19. században ugyan visszakapta eredeti formáját, de az első világháborúban a mecset területén lőszerraktárat üzemeltettek, amely felrobbant és óriási károkat szenvedett el miatta az imaház. Ismételt felújítására 1956-ban került sor.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على